Köszöntöm Önöket! Május 31-e a dohányzásmentes világnap. Évről évre ezen a napon a dohányzás veszélyeire hívják fel a figyelmet. Így például arra, hogy a dohányzás miatt évente fél magyarországnyi, vagyis mintegy 5 millió ember hal meg a világon. Itthon minden harmadik ember dohányzik, az egyfőre jutó cigaretta fogyasztás pedig eléri az évi 2200 szálat. Vendégünk dr. Molnár György, igazgató főorvos, köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy ismét elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm én is. Talán itt is a legfontosabb a megelőzés. Mikor kellene ezt elkezdeni? Természetesen a megelőzés nem lehet elég korán elkezdeni. Én úgy gondolom, most már a 2002 óta eltelt időnek a tükrében, hogy óvodások, kisiskolások körében kell az információt terjeszteni. Volt is egyszer egy időben pár évig tartó ilyen törekvés az Országos Egészségfejlesztési Intézet részéről, de akkor valamilyen oknál fogva ezt félbeszakították. Akkor azt hallottam a dohányosoktól, hogy a gyereke, az óvodáskorú gyereke mondta, hogy apa, ne dohányozz, mert meghalsz. Tehát bizonyára... Volt hatása már, így van, megmutatkozó hatása. Így van, és sokan úgy gondolták, ez a gyerek lelki fejlődésének nem tesz jót. És az a probléma, hogy amíg a gyerekek mondjuk nagyjából 10 évesek nem lesznek, nagy általánosságban a dohányzással, a drogokkal nem igazából foglalkoznak. Utána viszont, hogyha belekeverednek dohányos társaságokba, a társaságokhoz való csatlakozás reményében elképzelhető, hogy néhány fejében megfordul a rágyújtás gondolata. Ez összefügg azzal, hogy a gyerekeknek az önbizalma, önbecsülése, önértékelése milyen szinten fejlett. Mert akinek nagyon erős az önbizalma, annak mondhatnak bármit, az egészségtudatos szemléletet folytatva, amit otthon a szülői háztól, a családtól hozott, akkor valószínűleg ellen tud állni. De a fiatalok körében azért viszonylag szigorúak az elvek. És azokat kirekezték, akik nem hajlandók a hangadó, természetesen nagy dohányosnak a szokását átvenni. Addig nem fogadják be, és miután azért általában náluk zajlanak az események, a mozgalmas programok, ezért a fiatalok egy része annak érdekében, hogy ne maradjon ki ezekből az áramlatokból, behódol, rágyújt, kipróbálja. Persze rászokni is nagyon nehéz, tehát valószínűleg vannak olyanok, akik még emlékeznek az első szál cigarettára, volt, aki köhögött, megszédült, kellemetlen. De ha már egyszer oda akarok tartozni, van egy motiváció, akkor valószínűleg addig nem száll erről a programról, amíg nagyon hanyagul, lazán nem tud dohányozni, és utána viszont kialakul a függőség. Tehát akkor még mindig a kamaszokat, kiskamaszokat érinti leginkább a rászokás veszélye. Volt esetleg arra példa, hogy mondjuk egészen kicsi gyermekkel találkozott, aki már dohányzott? Általában a hozzászokás, a statisztikák, a felmérések szerint 11-13 éves kor között a leggyakoribbak. De magam is ledöbbentem, amikor egy édesanyja elhozta a 10 évnél fiatalabb gyermekét, mert évek óta nem tudták leszoktatni. 10 évnél fiatalabb gyerek. Tehát ez végtelenül szomorú, de voltam én 5. osztályos iskolásokkal, beszélgettem, és tulajdonképpen előfordult, olyan osztályban is jártam, ahol az 5. osztályban legalább 5 gyerek napi 1 doboz cigarettát szívott. Ez rengeteg. Napi 1 doboz. De azért a többiek között is voltak olyanok, akik időnként cigarettáztak. És ezt a szülő, hogy nem veszi észre? Vagy hát, ez kinek a felelősség? Ez egy nagyon jó kérdés. Tehát nyilván itt valószínűleg olyan gyerekekről lehetett szó, akiknek a szüleik dohányoztak. Mert hogyha egy szülő dohányzik, akkor nem annyira feltűnő, hogy a gyerekből is árad a cigarettafüst, mert ugye lehet mondani, hogy dohányosokkal beszélgettem, és hát ugye adnak kajapészt a gyereknek, hogy azért ne halljon már éhen, és lehet, hogy azt az összeget nem a
ennivalóra költötte, hanem cigarettát vásárolt. Ugye gyakorlatilag a dohányboltokban elméletileg 18 év alatti gyerekeket nem lehetne kiszolgálni, de ezek a gyerekek találékonyak, úgyhogy valószínűleg meg tudják oldani ezt a problémát. Mi a tapasztalat, hogy még mindig sik dohányozni a fiatalok a kamaszok körében? Korábban szerintem az volt a tapasztalat, ugye, hogy ez egy divat volt. Az volt a menő, aki cigarettázott. Úgy tűnik, hogy Magyarországon is elindult egy változás. Ez mondjuk az Egyesült Államokban talán még látványosabb volt, és korábban kezdődött, de Magyarországon is nyilván iskolától, a szülői háttértől függően azért ma már nem annyira sik tinédzser korban dohányozni. Tehát most már a gyerekek egy része, hála Istennek, egészségtudatosabban próbál élni. Ez a táplálkozásától kezdve a mozgásigényén át, a dohányzással vagy a különböző szenvedélyekkel is összefügg. Régen ugye a filmekben a nagy hősök általában dohányoztak, sőt, mindegyik dohányzott. És gyakorlatilag úgy érezték, hogyha tudtak azonosulni azzal a hőssel, olyanok szerettek, akkor az csak úgy képzelhető, ha ők is dohányoznak. Ma már a filmeken nem lehet, tehát a most rögzített filmeken nem lehet dohányozni. Azért ez óriási változás. Tehát azok a minták, akikhez szeretnének hasonlítani, azok kezdenek eltűnni már a filmvászorról, de még azért úgy érzem, hogy van tennivaló. Azokban az iskolákban, ahol az igazgató, a menedzsment nem dohányzik, ott alig van dohányos, de szó szerint alig van. A tantestületben is alig van. Én nagyon sok iskolát megkerestem azzal, hogy nagyon szívesen tartok előadást. Ezt most is csinálom még, de szerencsére vannak olyan iskolák, ahol nagyon igényesek. Általában azok a legjobb középiskolához tartoznak, és ott természetesen a dohányzás az nem fér be a képbe. Ezek céltudatos fiatalok, és a tantestületben is azért válogatott tanárok dolgoznak, tehát ott szinte nagyítóval sem lehet találni dohányost. Van természetesen olyan, ahol erre még egyelőre kevesebb figyelmet fordítanak, és ott dohányoznak a gyerekek, pedig ugye a tanulás, a neveléshez tartozhatna ez az egészségtudatosság, hogy a szenvedélyeket próbáljuk kiiktatni az életünkből, hiszen rengeteg bajt okoznak. Olvastam néhány riasztó statisztikát, mégpedig azt, hogy a tüdődaganat okozta halálozás 91%-áért, a légzőrendszer okozta halálozás 76%-áért, és a felső légúti daganatok okozta halálozás 85%-áért a dohányzás felelős. Ismertek ezek a riasztó statisztikák, adatok, mégis miért van akkor ennyi dohányos? Tulajdonképpen itt a szenvedélybetegség természetrajzát érdemes egy kicsit megemlíteni, hiszen ugye ezek az elrettentő statisztikák, adatok, ezek mindig azok. És tulajdonképpen átlagban azt mondhatjuk, hogy van 25 olyan nagyobb betegségcsoport, ahol a dohányzásnak kóroki szerepe lehet. Ha nem is egy az egyben mondhatjuk azt, hogy aki dohányzik, az tüdőrákos lesz, mert ez így biztos, hogy nem igaz, de légúti betegségben fog szenvedni, hiszen folyamatosan mérgezi a légutait. És ezt ott egy folyamatos, gyulladásos állapottal próbál a szervezet harcolni ellene. Tehát ott állandóan irritálódik a nyálkahártya, a kátránytól kezdve minden egyéb más anyaggal. Gyakorlatilag ott ez a légúti időt gyulladásos betegség, amit most COPD néven ismer az ország, ez gyakorlatilag nagyon jól példázza, hogy a dohányzás az szinte az első időszakban már támadja a légutakat.
Végeztek nagy nemzetközi összehasonlító vizsgálatokat a COPD-sek körében, hogy igazolják a leginkább elterjedt befúvós szteroid készítményeknek a gyulladás csökkentő hatását. De most az volt a furcsa, hogy a kontrollcsoportban voltak olyan COPD-s betegek, akik dohányoztak, de a vizsgálat kezdetekor abba hagyták, valamilyen módszerrel. És az a helyzet, hogy ez a kontrollcsoport, amely képes volt abba hagyni a dohányzást, és onnantól füstmentesen élt, azok még akkor is jobban voltak, hogyha semmilyen befúvós szteroid készítményt nem kaptak. Azok viszont, akik dohányoztak, és kapták ezeket a most a legkorszerűbb, leghatékonyabb szteroid gyógyszereket, azoknak az állapota maximum stagnált. De látványos javulást, tünetcsökkenést nem lehetett elérni. Tehát ez a napnál világosabban mutatja, hogy önmagában csak a dohányzás visszaszorítása, a leszokás, az gyakorlatilag minden dohányosnak az életét kedvezően befolyásolhatná. Tehát fantasztikus cél és motiváció az, hogy egészségesebben élhessenek. Mert tulajdonképpen, amikor dohányzásról beszélünk, akkor egy picit érintjük azt is, hogy a legnagyobb értékünk valóban az egészségünk. Mindenki úgy gondolja, hogy az egészségünk a legnagyobb értékünk. Ugye azt mondják, hogy az egészség nem minden, de a minden egészség nélkül semmi. Tehát gyakorlatilag, amíg nem vagyunk betegek, addig úgy gondoljuk, hogy büntetlenül kizsákmányolhatjuk a szervezetünket. Nem is igazából gondolkodunk rajta, mert sodródunk az eseményekkel, és nem kíméljük a szervezetünket. Azért a cigarettafüstben nagyon sok méreg van. 4000 különböző vegyi anyagot lehet elkülöníteni a cigarettafüst fő is mellékáramlataiban. Tehát gyakorlatilag, amikor arról beszélünk, hogy arzén, cián, ammónia, kátrány, kadmium, szénmonoxid, dohányspecifikus nitrózaminok, aldehidek, piridinek, benzolszármazékok, tehát rengeteg olyan anyag jut be a szervezetbe, szerencsére nagyon pici koncentrációban, amelyek idővel azért összeadódnak, kumulálódnak, és azoknak a hatása kiszámíthatatlan, hogy mikor következik be, mikor robban a szervezet, meddig van a tűrő határ, és mikor nyújtja be a számlát a szervezet. Tehát nem érdemes eljátszani azt az egészségünket, amit kaptunk, ami a legnagyobb értékünk kellene, hogy legyen, és ugye amikor arról beszélünk, hogy hogyan alakul az egészségügyi statisztikánk, a betegségek, halálozás és a többi, akkor valahol itt kellene kezdeni, hogy beengedünk-e olyan dolgokat, amelyek gyengítik az egészségünket. Amelyek gyakorlatilag egyik problémából sodornak a másikba. Ez a felismerés hiányzik egyébként? Én úgy gondolom, hogy ez igen. Azt látni kell, hogy itt a rendszerváltás után gyakorlatilag az a civil szervezet, amelyik a legaktívabb volt, országos dohányfüstmentes egyesület, az ODE, amelyik tulajdonképpen a motorja volt a dohányzás ellenes küzdelemnek, az pár évvel ezelőtt megszűnt. Igazából alig van, aki ezzel a témával úgy harsányan foglalkozzon. Tehát civil szervezetek egyáltalán nincsenek, az ANTS kötelékébe tartozó szervezetek annyira le lettek építve, hogy egyszerűen nincs elég kapacitásuk, hogy erre a dologra is kellő hangsúllyal tudjanak foglalkozni. De sokszor ezért én úgy érzem magam, mint Don Quixote, aki ilyen szélmalomharcot folytatok valami nagyon fontos dolog érdekében, és nincsenek támogatóim, nincsenek együttműködő partnereim, hálózatról ne is beszéljek. Tehát ezek a felhívások, ezek a próbálkozások, ezek legfeljebb évente kétszer történnek meg. A mostani dohányzásmentes világnap, illetve a novemberi történet, és azon kívül
Szinte nem lehet hallani a dohányzás ártalmairól, csak elszenvedjük azokat a veszteségeket, amiket részben már ön említett, de ezt, hogyha a magyarországi kivetítésben nézzük, akkor minden 15. percben meghal valaki dohányzással összefüggő betegségben. Ez ugye naponta 100 embert jelent, és évente 30 ezer ember értelmetlen halálát okozza ez a dohányzás, amiből tulajdonképpen ma már van kiút. Tehát egy kis odafigyeléssel, egy nagyobb háttér támogatással azt hiszem, hogy eredményesebben tudnánk a dohányzás ellen harcolni. Ugye 2012-ben hozták meg azt a törvényt, amely szerint például a vendéglátóhelyek zárt tereiben vagy kocsmákban tilos dohányozni. Ennek ön szerint milyen hatása van? Volt-e hatása? Én úgy gondolom, hogy üdvözölnünk kell a kormánynak ezt az intézkedését, hiszen azért ez kézzelfogható változásokat okozott. Persze nyilván először a dohányosok igyekeztek nagyon hangosan artikulálni, hogy ez ellenük van, és hajtóvadászat, és a többi. De mostanára úgy tűnik, hogy az emberek valahogy hozzászoktak ahhoz, hogy éttermekben, iskolákban, zárt helyeken, különösen gyerek egyéb kórházakban nem dohányoznak. Viszont azt látom, hogy a kórházak bejárata körül 30-50 ember szinte folyamatosan dohányzik, a nagy bankok bejárata előtt rengetegen dohányoznak, tehát tulajdonképpen kipréseltük a dohányosokat az épületekből, ahol nem láttuk, hogy mennyien dohányoznak, ki az utcára, és itt persze nagyon látszik, hogy szinte többen dohányoznak, mint korábban. Valószínűleg azért a törvénynek volt visszatartó hatása, illetve hát a nemzeti dohányboltok azok egy kicsit átrajzolták a dohánytermékekhez való hozzáférés lehetőségeit. Nem tudom, hogy ez hosszú távon majd hogyan érezteti hatását. Most igazából nem látom, hogy nagyon-nagyon jelentős lenne a dohányosok számának a csökkenése, de a gondolkodást azt legalább elindította. Tehát valami legalább elindult. Így van, és én bízom benne, hogy az előbb említett fiatalok hozzáállása az egyre szélesebb körben már jellemző lesz Magyarországra is. Tudom, hogy összetett a kérdés, de mégis mitől függ az, hogy valaki le tud-e szokni a cigarettáról, vagy sem? Fejben dől el? Én úgy gondolom, hogy bárki le tud szokni a dohányzásról, ha úgy tetszik, akár külső segítség nélkül is. De létezik az, hogy én azt mondom, nem tudom, mondjuk a születésnapomon szándékosan nem a szilvesztert mondom, hogy én holnaptól nem dohányzom? Létezhet, de akkor ennek nagyon erős elhatározásként kell megjelenni. Tehát ismerünk olyanokat, hogy mondásokat is, hogy leszokni nem könnyű, én már 100-ezerszer leszoktam, de a fontos az, hogy úgy hozzuk meg az elutasító döntésünket, hogy azt fejben nagyon előkészítettük. Tegyük mellé azokat a pozitív érveket, ami miatt nagyon jó, hogy nem vásárolunk havonta 30-60 ezer forintért például olyan mérgező anyagot, amit utána bejuttatunk a szervezetünkbe, hogy aztán majd a betegségek miatt újabb anyagi kiadásaink legyenek. De azt gondolom, hogy nem is az anyagi érvek a legfontosabbak, bár valljuk be őszintén, azért ez is érezteti hatását a családi büdzsére. Elsősorban az egészségmegőrzés, az egészségtudatosság, ami talán egy picit hiányzik még az emberekből, de talán úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk, és idővel azért szélesebb körben döntenek úgy az emberek, hogy letegyék. Ha egyedül nem megy, mert vannak olyan élethelyzetek, ahol pörög az élet, és hát ugye tudjuk, hogy a dohány, a cigaretta az egy univerzális partner. Ha baj van, akkor azért gyújt rá, hogy vigasztalódjon. De ez valóban ha meg öröméri, akkor meg azért, hogy azzal jutalmazza magát. Ugye ahhoz, hogy megértsük, hogy miért is gyújtanak rá a dohányosok, egy picit nagyon érthetően megpróbálom elmondani, hogy mi is ennek a hatásmechanizmusa. Ugye a cigarettában a sok-sok összetevő között
azért a nikotin a legfontosabb. A nikotinról érdemes tudni, hogy az egy nagyon erős kábítószer. Klinikai vizsgálatok igazolták, hogy a nikotinhoz rövidebb idő alatt és nagyobb százalékban alakul ki hozzászokás, függőség, mint a retteget korábban kemény drogoknak nevezett heroinhoz vagy kokainhoz. Na most képzeljük el, hogy a nikotin anyagcseréje nagyon gyors. Fél óra a felezési ideje. Ugye ez már egy kicsit emlékeztet arra, hogy fél óránként szoktak a dohányosok rágyújtani. Tehát leesik a felére a koncentrációja a nikotinnak a vérben, és már jönnek a rágyújtási gondolatok. Fel kell tölteni a raktárakat, mert különben a nikotin megvonási tünetektől rosszul érzi magát. Nem tud már koncentrálni a munkájára, remeg, feszült, már szárja, kiszárad, alig várja, hogy már rágyújthasson. És amikor végre odaér, hogy rágyújtson, az első slukk után nagyon gyorsan, 8 másodpercen belül a nikotin már eléri az agyban a receptorokat, és nagy mennyiségű dopamin, endorfin, a boldogság hormonjának nevezik köznyelven, kiáramlását indítja el. Ettől egy kellemes érzése támad. Tehát ahhoz képest, ahogyan érezte magát a rágyújtás előtt, feszült volt, ideges volt a nikotin megvonási tünetektől, azt a tünet együttest azt törölni tudja. És ez azt az illúziót erősíti meg benne, hogy hát a rágyújtás egy fantasztikus élmény, tehát gyakorlatilag amikor már feszült, mindegy, hogy milyen dolog miatt, nem csak a nikotin megvonási tünetek miatt, akkor ezt nagyon könnyen elő lehet a zsebéből kapni, és már is megnyugszik, ő úgy érzi. Na most gyakorlatilag az a baj, hogy ez valóban csak a nikotin megvonási tüneteket oldja. Egyéb dolgokat, a főnöknek a beszólását, párkapcsolati konfliktus, ez nem fog oldani. Tehát gyakorlatilag számomra is nagyon meglepő volt az a tapasztalat, amikor a nálam évekkel ezelőtt leszokott dohányosokkal egy ilyen klub est formájában találkoztunk, és én azt hittem, hogy a legnagyobb változás az életükben, hogy mennyit spóroltak, 80 nap alatt körbeutazták a földet, új kocsit vettek, mert ebből a pénzből lehet, amit elfüstölünk, és gyakorlatilag kiderült, hogy kivétel nélkül mindegyik már nem dohányzó gyakorlatilag azt mondta, hogy a legnagyobb változás az, hogy azóta, hogy nem dohányoznak, sokkal nyugodtabbak. Sokkal nyugodtabbak. Érti? Tehát ami miatt általában a kifogásség élén, a toplista élén az idegesség, feszültség, az kiderült, hogy nem igaz. A másik, hogy sokkal több a szabad idejük. Tehát nyugodtabbak, több a szabad idejük, és már a pénzről ne is beszéljünk. És ugye gyakorlatilag a szülőknek, mert az, hogy a dohányosok jelentős része azért előbb-utóbb szülő lesz, és a szülőknek van egy óriási felelőssége a gyerekeik nevelésében. Tehát gyakorlatilag azt kell látnunk, hogy azért minden másolódik az életünkben. Tehát hiteltelen az a szülő, aki megpróbálja a gyerekét lebeszélni a dohányzásról, miközben ő pöfékel, füstöt, ereget. Igaz? Tehát ez nem nagyon fog működni. És gyakorlatilag, hogyha a szülők leteszik a cigarettát, akkor szinte biztosak lehetnek, hogy a gyerekeik is egészségtudatosabban, dohányzás nélkül, meg hát ugye egyéb szenvedélyek nélkül fogják az életüket felépíteni. Na ugye ott kezdtük, hogy ez fejben dől el akkor ezek szerint, ugye? Igen. És aki megpróbálja egyszer, kétszer, háromszor, és nem sikerül, kudarcot van, ő mihez kezdhet? Én úgy gondolom, hogy azért 2002 óta, amikor elkezdtem a biofizikai módszert szinten a világon, szinte az elsők között terjeszteni Magyarországon a leszokni vágyó dohányosok érdekében, azóta ezt a területet elég jól megismertem. Vannak különböző nikotintartalmú készítmények, vannak tabletták, de azoknak sajnos a hatékonysága viszonylag alacsony, és hát ugye van ez a mágneses rezonanciával végzett módszer, ami a hullámtomból ismert interferenciára épül. Tehát ez egy fizikai törvényszerűségen alapuló módszer. Nem hit kérdése. Aki eljön, és úgy dönt, hogy ő nem akar már dohányozni, azzal találkozunk a rendelőnkben egy órát, abból fél óra beszélgetés az előéletéről, a dohányzásos múltjáról, az egészségi állapotáról, és
utána egy fél órás gépi kezelés következik, a teljes programot rögzítjük egy 5 forint nagyságú mágnesezhető fémkorongra, egy úgynevezett csipre, és gyakorlatilag ezt a hasfalra felragasztjuk, amit egy hónapig visel. Ez nem korlátozza a szokásos életevén, lehet fürödni, bármit lehet csinálni, ő már többet nem kell, hogy hozzánk jöjjön. Saját kezéleg odahaza eltávolítja. Közben viszont, miután ez egy nagyon intenzív, személyre szabott, méregtelenítő eljárás, a szokásosnál jóval nagyobb mennyiségű vízfogyasztását kívánják a vesélyi. Hiszen ezzel a programmal mi azt végezzük el, hogy a dohányzáson a szervezetbe került mérgeket nagyon intenzíven elkezdjük felszabadítani a kötésekből, ezek bekerülnek a véráramba, és ugye ismert, hogy a vért a vesék folyamatosan szűrik. És gyakorlatilag a vesék természetesen csak akkor tudják ezeket a nagy mennyiségben felszabaduló mérgeket zavartalanul a vizelettel kiválasztani, hogyha mi kellő mennyiségben utána pótoljuk a vizet. Tehát aki a mi tapasztalataink szerint a kezelés követő egy hónapon keresztül legalább fél óránként, legalább egy pohár vizet, ez mondjuk 2,5 deci el tud fogyasztani a szervezetének a tisztítása érdekében, akkor azok 100%-ban jól működő veséket feltételezve gyakorlatilag végleg le tudnak szokni. Nagyon kevés a visszaesés. Természetesen van, de ott valami más probléma kell, hogy legyen. Maga a program, hiszen több mint 8000 eredményes kezelésen vagyunk már túl, a program nagyon jól működik, jók a visszajelzéseink, de ahhoz, hogy sikeresen valaki le tudja tenni nikotin megvonási tünetek nélkül, tehát nincs idegesség, súlygyarapodás, ahhoz az ő aktív együttműködése a vízfogyasztás területén elengedhetetlenül szükséges. Tehát ezzel a módszerrel messze hatékonyabban lehet segíteni a leszokásban. Ugye azt kell tudni, hogy a függőség az több irányú. Van egy nagyon erős fizikai, mi ezt oldjuk meg. De a beszélgetésekkel, a lelki konfliktust, vagyis tulajdonképpen a lelki függőséget, a mentális függőséget is jelentősen tudjuk csökkenteni. És hát ugye van még a szociális kötődés, a munkahelyi közösségek, a családi millió. Tehát igen, ugyan... sokan mondják, bocsánat, hogy az a mozdulat, az a szertartás hiányzik, amíg elszívnak egy ez szigetet. Érdekes, ez gyakran visszatér, nagyon jó, hogy ezt megkérdezte, hiszen tulajdonképpen sokan azt gondolják, hogy a mozdulatok miatt kell rágyújtani, hogy az hiányzik nekik. Az a tapasztalatunk, hogy azáltal, hogy a nikotint egy-két nap alatt tudjuk törölni, és az információját is töröljük, tehát a szervezet elfeledi, hogy valaha is dohányzott volna, azáltal ezek a járulékos mozdulatok, amelyek ugye a dohányos rituáliához hozzátartoznak, azok úgy elkopnak, mint a sose lettek volna. Tehát nem kell ettől tartani. Mindabból, amit eddig elmondott, következhet az, hogy a dohányzás vagy a cigaretta az egyfajta drog. Nevezhetjük annak, azonosíthatjuk ezzel a fogalommal? Gyakorlatilag ez egy faramuci helyzet, hiszen az előbb mondtam, hogy a cigarettában lévő nikotin a legerősebb kábítószer. Természetesen a nikotin koncentrációja gyakorlatilag olyan alacsony, hogy az nem vált ki, tehát a dohányosoknál személyiségtorzulásokat. Még ugye a heroin, kokain adagtól függően akár azonnali halált is kiválthat, de ott gyakorlatilag ezek a pszichés változások szembetűnőek. Ettől függetlenül a nikotin az drog. Tehát akármilyen kis koncentrációban is juttatja be az ember a dohányos a szervezetébe, az kábítószer. Tehát ebben nincs kérdés. A hatása, hogy úgy viselkedik-e pszichésen egy dohányos, mint általában a drogosok, itt már lehet vita. Természetesen nem úgy viselkedik. Függetlenül attól, hogyha valaki 3-4-5 doboz cigarettát szíve naponta, mert nálam jártak ilyen betegek is. Tehát sokan szokták mondani, hogy cégvezetők, mert mi szoktunk járni cégekhez, és kiszállásokat vállalunk, előadásokat tartok, felvilágosító jellegű, de valódi gyakorlati segítséget is nyújtunk. Szokták mondani, hogy ők megértik, a menedzsment megérti, hogy ebben a munkakörben
amivel tulajdonképpen az alkalmazottai meg kell, hogy birkózzanak nap, mint nap, nagyon sok a feszültség, a stressz. Na most, ha nyugtatót szed, még balesete lesz. Ha alkoholt fogyaszt, akkor összetöri magát. Tehát azt mondja, valamit csak kell, hogy szedje, hogy ne őrüljön meg. Tehát ez egy viszonylag általános vélekedés. És ezzel már sokkal nehezebb megbirkózni, mert valahogy az ember tényleg úgy van, hogy ezt a sok-sok feszültséget tulajdonképpen a cigarettásoknál, a dohányosoknál azt látom, hogy a rágyújtás valamilyen mértékben oldja. Korábban beszéltük, hogy csak a megvonási tüneteket oldja. És azok, akik nem dohányoznak, sokkal nyugodtabbak. Tehát egy kicsit álszent, kicsit nem igazi ez a magyarázkodás, hogy hagyjuk, hogy hagy dohányozzanak, mert ugye a dohányzásból előbb-utóbb valamilyen betegségük adódik, ami ugye táppénzes állomány, ami ugye kiesés a munkakörből, pótolni kell. Tehát a cégvezetőknek sem annyira jó, hogy a munkatársai, alkalmazottai dohányoznak. De én azt látom, hogy egy picit enyhült a cégvezetőknél az a CSR, a társadalmi felelősségvállalás gondolkodása, ami még 5-6 évvel ezelőtt inkább jellemző volt. Akkor még a cégvezetők azt is felvállalták, hogy meghívtak bennünket előadásokra, és kiszállás során nagyon sok dohányost megkezeltünk. Ma már nem annyira látom, hogy ők kezdeményezően lépnének fel, és a mi kopogtatunk akkor sem jó a fogadókészség általában. Egy dolgot még szeretnék elmondani, hiszen arról beszéltünk, hogy a leszokás is nagyon fontos, és én boldog vagyok, hogyha csak egy ember leszokásához is hozzájárulhatok, de gyakorlatilag sokkal fontosabb lenne, amit a beszélgetésünk elején kérdezett, hogy hogyan szoknak rá, és miért, és mi van ezzel a rászokással, hogyan lehetne segíteni. Nyilván ugye a megfelelő korosztálynak a pedagógusai, óvónénik, tanítónők és a tanárok mellett a szülők felelőssége nagyon nagy. De egy dolgot muszáj megemlíteni, hogy a leszokást támogató különböző lehetőségek közül kizárólag a biofizikai módszer alkalmazható 18 éves kor alatt. Uh-huh. Minden egyéb más módszer az olyan mérgezéseket, egészségkárosodásokat okoz, amit a fejlődésben lévő szervezetre nem terhelhetünk rá. Viszont a mágneses rezonanciával végzett leszokást elősegítő program teljesen veszélytelen, és kitakarítja a szervezetet, úgyhogy tulajdonképpen maradandó károsodások nélkül a szervezet el is felejti, hogy valaha is dohányzott. Mikor dőlhet hátra egy dohányos? Mikor mondhatja azt, hogy most már leszoktam? Mert hallottam olyat is, hogy valaki 30 év után szokott vissza. Tulajdonképpen ez mindig az egyéntől függ, mint ahogy a különböző probléma megoldó repertoárunk eltérő. De aki fontosnak tartja az egészségét, és össze tudja hasonlítani, milyen volt, amikor dohányzott, ugye a reggeli köhögések, rákogások, fáradékonyság, gyengeség, fejfájás, különböző betegségek, vérnyomás, tüdő és a többi állapotából, ő a leszokás után belekerül egy folyamatosan javuló egészségi állapotba, szagok, ízek visszajönnek már az első napokon, az sem mindegy. Tulajdonképpen a tüdő tisztulásával javul a légzése, szabadabban lélegezhet. A dohányzás abbahagyásával még a vérnyomása is csökkenhet, a pulzus, ami jellemző a dohányosokra, a magas pulzus, az is csökkenhet. Ezek mind-mind egészségmegőrző változások. Tehát ha sportolni szeret, akkor a teherbíró képessége jobb, nem kell, hogy a nyelve már a térdét verje az első percek után, hanem végig tudja játszani. Tehát tulajdonképpen amikor valaki a saját érdekében, az egészségének a megóvása érdekében, betegségmegelőzés céljából úgy dönt, hogy akárhány éves dohányzás után ő véget szeretne ennek vetni, mert megértette, teljesen logikus, hogy addig, amíg dohányzik, addig mérgezi a szervezetét és az egészségét el fogja veszíteni, és
És tulajdonképpen, amikor meghozza ezt a döntést, akkor egy nagy átalakulás veszi a kezdetét. Ez egy vízválasztó minden dohányos életébe. Nagyon sokszor látom, hogy amikor hoz egy döntés, hogy ő nem akar dohányozni, akkor egyéb más területen is, táplálkozás, mozgás, bekapcsol olyan programokat, amelyek megerősítik őt abban a hitében, hogy ha most ő jobban odafigyel az egészségére, óvja az egészségét, amiből csak egy van, akkor gyakorlatilag az önbecsülése fog javulni, és sokkal kevesebb problémával tudja az életét folytatni. És hát remélem, hogy Magyarországon a közeljövőben, ahogy beszéltük, hogy a fiatalok körében sem lesz most már sikka dohányzás, egyre inkább azt látom, hogy a felnőtt 40 és 60 évkor közöttiek körében is egyre többen hozzák meg az elutasító döntést, és döntenek úgy, hogy nekik a boldogságokhoz, a jólétükhöz nincs szükség arra, hogy mérgezzék a szervezetüket. Én pedig a csapatommal készen állok arra, hogyha valaki meghozza az elutasító döntést, akkor segítünk. Bízom benne, hogy minél többen szoknak le akkor a dohányzásról, és elindult egy pozitív irányú folyamat. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm a meghívást.